Ügyességi, logikai, valamint népi játékok egyaránt várták a gyerekeket a Petőfi Művészeti Liget záró rendezvényén, ahol játékos tudomány, játékos csodavilág címmel várta számtalan játék és feladat a legkisebbeket. Játékosan próbáljuk a gyerekeknek bemutatni a fizikát, játékosan, mert vakáció van, de emellett hoztunk ügyességi játékokat, logikai játékokat, ördöglakatokat, népi játékokat is. A Petőfi Művészeti Liget nyári koncertsorozatát Horányi Júli és zenekara előadása zárta. Az énekesnő 2014-ben szerzett ismertséget magának egy tehetségkutató műsorban. Mint mondta, az éneklés mellett szeretné együttesét népszerűsíteni, valamint dalszerzőként is kipróbálni magát. Dalszerzőként is egy olyan szintre tudjak fejlődni, hogy sikerüljön olyan melódiát, meg olyan üzenetet megfogalmazni, ami tényleg nagyon sok emberhez eljut, és egy örökzöld, egy maradandó dolog, ezzel szeretnék így nyomot hagyni a világban, illetve a másik nagy cél, hogy a zenekarommal egy olyan szintre fejlődni, hogy egy olyan színpadi produkciót létrehozni, ami egy ilyen nagy show, és akár egy egész arénát remélem, hogy képesek leszünk egyszer megtölteni. A zenekar 5 taggal működik, amelynek képviselői szerint jelenleg egy eredményes nyári szezonban vannak. Érzem, hogy abszolút elindultunk egy irányba, és elkezdtük felépíteni ezt a zenekart. Ugye az a lényeg, a Julinak is az elképzelése, hogy ezt zenekarként gondoljanak rá az emberek, és nem mint szóló előadóra, és szerintem valóban sikerült elindulni. Jó sok koncertünk van, és reméljük ez ősszel is folytatódik. Teljesen jó volt ez a nyár. Egyébként a fesztivál szezonok még nincsen vége, de a mi fesztivál szezonunk a következő fesztivál szezon lesz, tehát arra fogjuk magunkat annyira összerakni, vagy felszívni, hogy legyen értelmes működés. Igazából csak így tapogatóztunk, meg felkészítettük egymást, meg megcsináltuk a dalokat, meg felkészültünk. A Petőfi Művészeti Liget az idei évben 17 estén heti 3 alkalommal összesen 17 előadással kínált nyáresti kikapcsolódást városunk lakói számára, ahol a műfaji sokszínűségben többek között jazz, népzene és blues dallamok, valamint prózai előadások egyaránt szórakoztatták a kultúra kedvelőket.